Csácsomi, ezt a csokoládés traktorkerék. Egy darab kérdés, mielőtt elkezdem a videót. Azt mondjátok meg, hogy ezt a pöcsköszörűt minek vettem meg. Arra nem jöttem rá még mindig. Nagyon így bele voltam lendülve, hogy nekem kell egy ilyen lánszalpa, és valami csoda. Egy ilyen mozgó telefonfülke, de aztán lehet, hogy annyira nem volt jó étel. Arra jó, hogy bevárjam a fejemet itt ebbe a kanálba. Na, gyerekek, verjük neki. Olyan dolgot fogunk csinálni, amit még eddig nem csináltunk. Nem csinálunk semmi olyat. Ne is csillogjon a szemetek, nem arra gondoltam. Úristen, raktam be én ide különböző modokat. De én nem gondoltam, hogy 1,7 millióba kerül ez a gép, úristen. Jézus úristen, gyerekek, ez mekkora. Nem tudok kizubolni, hallod? Jézus úristen, hallod? A csávó az mekkora? Ott a pici fönn. Ez körülbelül felé, ja, jó, van, aki engedjük el ezt. Nézzük meg, mert hoztam én mást is. Nehogy már egy milliárd forintot fizessek egy ilyen valami csodáért. De nézzünk körül még, mert hoztam én nektek még valamit kerekes rakodókhoz. Oda nézzetek a Caterpillar 980, mindjárt barátibb 200 000-es árral, ami igaz, hogy kisebb, de szerintem még szemben is ki van dolgozva, és akkor 1200 liternek köszönhetően olyan gyorsan fogunk vele repülni, mint a szél. És természetesen bányászni. Ja, nem mondtam, egyébként aranyat akarnék bányászni, szeretném megpróbálni. Ez kellene valami csoda. Várja, hogy nevezik ezt? A kerekes rakodókhoz való ilyen. Nézzük, hogy melyik való neki. A Caterpillar, oda nézzetek, 1400-ért. 25 000 literes testvéreim az urba, az úgy gondolom eléggé komoly lesz. Meg még akkor kellene nekünk olyan, hogy teherautó, és azok között nézzétek meg, mit hozott a képőr nektek-e. A dömper, mert az nagyon jó. Egyébként ebben a dömperben egy mindent lehet rakni. Alapjára Michelin offroad gumikkal veretjük, hát ez inkább ilyen semi-slicknek nevezhető Magyarországon. 180 000, megint verjük a pénzt, persze. Hát remélem, hogy vissza is hozza az arany az árát, mert az arany az nagyon köllene a kipőrek. Mi az, ami kell? Várjátok, kell egy tartályautó, ugye? Kéne egy tartálykocsi, mert az nem ártana, várjál, iszaptartályok, hol van, az mindig így elfelejtem, hogy hol van. Az a Jószágnál van, ugye? Ott hát. Ez van. Mond, 65 000. Mennyi? 32 000 literes. Figyelj! Oda nézzél. Ugyanaz, mint a másik, csak ide. Csak oda nézz, ez is 32 000 literes, csak ez tud üzemanyagot is. Ciszterna. Srácok, hát egy csufosan néz ki, de jó van, figyeljetek, szerintem ez jó lesz. Meg is kellene venni, mert mi az anyám úristené, mert várjátok, nézd meg, a teherautóknál nincsen olyan, amelyik kapásból a ciszternát húzza meg el után. Büszi. Ez mi? Ez mi a szar? Motorbajtas. Ez mi? Ez mit lehet erre rakni? Ez hogyan működik? Ez a, hol van ilyen felépítmény? A pótkocsiknál, vagy hol? Mert nem nagyon jövök rá. A pótkocsiknál nincsen, hallod? Úristen, mekkora pótok vannak itt, gyerekek. 40 000 literes csak. Azt hittem nagyobb. Na várjál, oké. Akkor dömperre fogjuk hordani, de itt lett volna ez is 70 000 literes. Jó, dömper legyen. Egyébként nincsen valami olyan trailer, amivel tudnám vinni ezeket a járműveket? Azt hogy nevedik? Alacsony rakodók is. Vannak itt speckó alacsony rakodók. Hoztam ilyen... Jaj, mekkora testvérem. Hallod, erre fölférne mind a kettő. Tudod, fölraknánk a dömpert is, meg mindent. Ezzel lehetne vitézkedni, vigézkedni, nem? Gyerekek, alapszín az mindenképp valami sárga. Én nem tudom, ilyen KPM sárga, így bele van időződve szerintem a magyarokban, hogy RAM config, ez milyen van? Aha. Hát ez jó, hogyha van RAM punk, nem? Nem ártana. Oké, és akkor várjál, egy kamion kellene vennünk. Megveszünk itt mindent, Figyeljetek, szórjuk egy kicsit a pénzt. Valamire még. Testvérem az úrba. Ezzel megint azért lehetne veretni, nem? Mennyibe? 128 000. Minden, itt nekem Amerika. Ilyen KPM sárgába. Tündök, ez nem jön be. Valami ilyesmibe. És akkor megjelenés másik szín az legyen, mondjuk, milyen legyen? Szürke? Na ez egy elég bedesz, ugye? Kerékmárka Winterwolf. Van chained, úristen. Van ilyen íze, ilyen iszapos járó, van madas. És a Winterwolf, ez ilyen jó néz ki. Special add-ons, ez mi? Silver bullet. Nem tudom. Ja, hogy a íze? Aha.
Black, black, mint, a föstés, öcsém. Kerékbajtás, minta, ó, figyelj, ó, azt a betyár. Azért az jó cucc, az jó cucc. Emergency light, ó, fönn, hallod, ilyen izéfény. Mi is, stroboszkópos verziós? Olyat kérünk, olyat. Lift, ez mi? Emelve is kérheted, apám. Lift 2, lift 1. Vagy sima, nem kell nekünk ide liftelni. Lézi. Jő, kipufogó, oda nézzé, köl, hallod? Igen. Jó, hát szerintem, hogy élni fogjuk, akkor várja. Jó. Akkor mondhatjuk, megvettük mindent. Meg kell venni a földeket, elvileg, ahol akarod ezeket csinálni, úgyhogy ezt, erre is verünk el egy kis pénzt. Ne is nézzétek, ne is nézzétek. Csak viszont itt akkor bazza, itt ezt meg kell venni mind a kettőt, mert így. Jaj, ne is nézzétek, mennyibe kerül, mert megőrülünk, mennyi pénzt vettünk-e. Jó van, oké. Már 2,7 milliótnek a valagára vertünk. Ez mi? Ja, ott a krén van, oké. Van ott egy krén? Nem is tudtam, hogy van ott egy krén. Egy ilyen idő, egy ilyen valami. Na, ugorj, azért ez jó néz ki, de? Gyerekek, várjatok, akkor fökére tornázt ér a verdákat. Először is, jó, nagyon örülök. Jaj, de jól néz ki testvéreim az úrba. Várjál, és ennek akkor, hogy, aha, ez mi volt? Így belső nézetre kapcsoltam, gyerekek, rendesen megállt. Még a CV rádiók is. Na, azért ez nem néz ki rosszul, nem ez a pak, gyerekek. Remélem, hogy ez fel tudja venni ezt, valószínű. Azért azt a betyár az elején van ilyen izé futófény. De ez egyébként olyan hangos, apám, hogy a szemem megáll, komolyan mondom. Hunköl itt a hangerőt. Várjál, nincsen beállítva. Egy be van állítva. Jó, akkor várjál valamicsoda hangerővel. Ez, ne haragudjatok, de lejjebb veszem, mert ezek ilyen iszonyat hangosak ezek a gépek. Ezekkel így nem kispályáztak. Na! Csapjuk neki. Oké. Okay. Valahogy le kéne nyitni, az a baj forgalomban. Tehát mindegy. Megoldjuk. Jaj, a ciszternát se vettem meg el. Ne! Ki tudod nyitni még ott is, oda nézzél. Na és mivel tudom lenyitni a... Ne! Azt nem mond, tudod emelni, figyelj! Ilyen tudod emelni, meg csökkenteni a magasságát. Azért ez nem a szar verzió, ugye? Ez nem a szar verzió. Ez nagyon durva. Na erre figyeljetek, szerintem erre fölférne kettő gép, nem? Lehet, hogy nem. De majd mindjárt meglátjuk. Meg kell álljak oda előre. Megpróbálunk a homlokrakodóval, és akkor a kanyalat. A bányagépek, gyerekek, beindulnak. Ez meg ugrik, mint a hortiló, hallod? 6x6-tal tud menni. Ezzel elviharzottam volna pillanat alatt, de hát akkor már legyünk stílszerűek. Ja, a kanalat meg föl tudom rakni oda fölülre arra a platformra. Na, gyere. Állj! Ez nem tudom, az annyira lesz egyszerű. Azért ez... Lehet, hogy eléggé nem baráti ezt, én ezt ugye föl akarom barázsolni, nem? Gyerekek. Csak szemből nézzük, hogy mennyi az annyi. Hallod, még van a izén is villogó a traileren. És az itt beesik ide az a kerék, akkor neki tudok én majd bakfint szólni. Ez ilyen direkt azért, hogy ugye... Halljátok, ez nem kicsi ez a gép, és tök jó, hogy van ilyen szélesítés, vagy ez ilyen csipeszek, hogy megfogják a gépet? Szerintem nem, hanem ez egy ilyen szél... Ú, gyerekeket, ez bőven rá fog férni mind a kettő. És ezt a kanalat meg ide szépen rá tudom okosba rakni, oda nézze, és ez is fixálja, látod? Hoppá, az egy keeper kitalált a cuccot, nem, gyerekek? Nem tudom lekötni esetleg, megnézem, mert úgy látom, hogy itt van minden a bucsuba. Ő, ezt meg föl, erre meg föl kéne tolatni. Gyerekek! Hát ez nagyon ott vagyunk a izai szeremnál. Van kicsi dömperünk, és ez ilyen kis modern. Ez még nem a extra large... mi az? Jó, és annyira még almodik.
Nem az extra large bányász felszerelés, mert ugye körülbelül több vas van az, annak a nagy dögnek a felnéjében, mint ezzel be az egész hóbelebarcba. Figyeljetek, ide beteszed oda részé. Nem mondod, azért ne haragudjatok meg. Azért ne haragudjatok meg, azért érzitek törődést, ugye, hogy várjátok, azért lehet, hogy a gépek jó tenne, hogyha nem mennének a motorok közbe. Be kell ugrani, nem? És akkor azt csinálom, hogy fölcsapom a platót. Úgy. Aztán irány arány, öcsém! Hú, ez a tipikus rendesen, amikor a nyerges így megcsavarodik, tudjátok. Vannak azok az ilyen pulling versenyek, amikor ilyen nyergesekkel húznak nagy... A gyerekek, ez nagyon beteg. És ne haragudjatok meg. Ja, tudom, hogy merre van. Erre el lehet menni elvileg. 135, de nem is néztem, motorbájtas lehetett volna eszközölni ebben a kamionon, de hát így is húz mind az őrült. Futófény megy mind az állat, ahogy gyerek, nagyon jó. Na jó van, húzzunk bele. Visszük a bánya equipmentet. Hát egyébként az a nagy kotrógép, amelyiket először néztük, az szerintem így fölérne így a pálmafáknak a tetejéig simán. Ez olyan hátsó gép, az egy kicsit le van fittyelve, de hát jó van. Amiben gyerekek, oda nézzetek, százra vegyünk-e. Nyomunk egy satut, hát... nyomtam egy satut, mondom, megállok. A szerelvény az nem úgy gondolta. Egyébként bocs, hogy ilyen csapodár vagyok. Megint átléptem azt a küszöböt, egyébként éjfél van, akkor veszem fel ezt a videót, a holnapi videót, tehát nektek tegnap, hogy éjfél körül nekiálltam itt videózni. Annyi dolgom van máma, mint az Isten nyíla. Mindig így megtalálnak, hogy én telepítsek számítógépet a fél környéknek, mindenfélét, de még a játékot is. De néha olyanokkal, olyan triviális dolgokkal, hogy ilyen 900 forintos játék, Spintios telepítsek fel. Jó, de nem kéne leesni. Na látjátok, itt például ki van ásva, és nem a Keeper csinálta. Spintios telepítsek fel. G2-en Spintios, a régi Spintios 900 forint. Amíg én föltelepítem, 3 órán keresztül letöltöm, elmagyarázom, hogyan, miképp. Meg még valószínű, hogy elcsesződik, akkor ugye mindig nekem kell megcsinálnom. Nem éri meg. Na gyerekek, akkor ide kell az aranyat. Jó, meggyűjtünk. Meghoztuk a bányagépeket. Várja, le kell nyitni a hátulját. Ezt le kéne csullankodni. Rendes, hát egyébként ezek nagyon beteg, jól néznek ki ezek a... Hát amcsi gépek. Puty! Lejárunk. És akkor ez egyébként lehet, hogy azt kellett volna inkább csinálni, hogy hozni egy nagy semi-trailert. És akkor azzal hordani ezt a cuccot, nem? Voltak ilyen nagyon nagy kapacitásúak. Figyeljetek, ha megérős, akkor azt csináljuk, hogy... ezeket a bányagépeket becseréljük izére, azonra a hatalmasra. Ennek egyébként mekkora kellene van? Valami, ennek is valami 30 ahány ezer literes. Akkor mekkora van annak a nagy dögnek, ember? De egyébként tök jó ki van képezve, hogy így... De berakod a kereket, és akkor nem esik le. Na, irány darány lefele. És akkor hordjuk a izét, hordjuk a... nem tudom micsodát. Várj, álljál meg? Megnézzük, hogy... Megnézzük, mit kell hozni, jó? Úgy pont leghátul van egyébként a izé, a... Már oda lehet teleportálni elvileg. Na, mi a franc? Ne akadjál meg! Itt van elvileg ez. Ez a leghátsó-e. Csó. Na, az a lényeg, hogy itt termelődik ez a tailings. Ide kell hozni a stone-t. Mi? Stone-t kell hozni oda. De most... Ide kell hozni, ja, innen jön az arany, ide meg kell water. De mi az, hogy stone kell hozni? És ide mit kell hozni? Soil-t. De most ezt adjátok össze nekem, hogy akkor most mi van. Mert itt meg azt írja ki, várja, hol, hogy dirt kell meg water. Osztak akkor izé, halljátok, és akkor output gold. És közben meg itt egy csomó minden van. Van soil. Jó, ezt tudom, hogy itt jön ki, de itt például van kő. Mondjuk ez a kő, ez lehet, hogy nem is ehhez tartozik már. Nem értek itt semmit, gyerekek.
Na mindegy, Soil kellene, vagy Dirt, olyat kéne keresni. Mert itt is megy tovább ez a folyamat. De figyelj, Sand lesz. Ja nem, ez a Stone, ennek az, ez más. Ez az izének a berapója. Ezé. A Stone-os, akkor Soil van kiírva, de Dirt-ot ír ki a számítógép, úgyhogy akkor valamelyiket kell hozni. Valószínűleg, hogy akkor várjál. Nézzük meg, mi ez. Igen, itt ez jön. Mindjárt ránézek itt a dolgokra, mert itt van nagy dolgok. Aha. Ide ezt a mellékterméket, ezt ide vissza lehet hordani, ezt a tailinket, vagy mi a rákot. Jó, meg akkor vizet kell hozni el. Kifutom a belemelt gyerekek, már annyit megyek. Ja. Levegyünk, azt keresünk Soil-t, vagy pedig... Vagy pedig... Hogy gyerekek, itt óvatos be, mert itt... Föcsatolódunk mindjárt valahova. Ez így külinek néz ki, én azt mondom. Ott lenne az, nekem az nagyon olyan, mint a szén lenne. Ez meg az Isten tudja, mi lehet. Gyerekek, itt van minden. Én azt gondolom, hogy ez lehet az, nem? Ez a bárkna. Nézzük meg, hogy mit dob rá, mit ír. És ezt hogy kell kiszednem? Így szépen sorba? Soil, ez az, gyerekek, meg vagyunk-e? Meg vagyunk menve. Meg van menve az a 24 ezer liter. Ide kell állni a izével, Verdával, aztán már akkor csaphatjuk is. Ez hány ezer literes ez a kotla? Egyébként tényleg az kellett volna, hogy inkább egy ilyen road train-nál így följönni valami nagyon nagy kamionna. Ezt Isten áldjon, nem? Nem ilyen kis izével hordari. Nem? Srácok. Lehet, hogy ez egy hülyeség volt. Kellett volna azt a nagy munkagépet, fölmerkolta volna pikpak, utána meg izével valami döggel. Gyerekek itt forgolódni azért nem kéne vele esni oda, nem? Na nézzük, hogyan vannak itt a dolgok. Nem tudom, mennyit kell egyébként beoldani. Gondolom nem annyira adja az aranyat, hogy itt instantén meg fogok itt gazdagodni. Jaj, bocsánat, testvérem, egy kicsit megegyengettem a puttonyodat. Na. Mindjárt meg kiderül, hogy mekkora ennek a puttonya. Várjál már. Hát a keeper. Nem jó helyre állt ide a csávó? Ja, az is én voltam. Jó van akkor. Hát akkor hiába is duvárhat. Na. Gyűsz ki belük? Ujj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 
ide, szállító szalagrendszer. Érted, azt folyamordani egybe be az összeset, tolólappal még benne állöködni, nem? Mekkora királyság lenne. Na, nézzük, hogy most mi a szitu. Megnézem, hogy mennyi fér ebbe a dögbe. Hát ebbe pont annyi, hallod? Ebbe pont annyi. Ez a 25 000 liter, ez elég sovány, nem? Mennyibe tud meg? Figyeljetek, ez meg 57-re tud menni, akkor ennyi erővel fölvittem volna a kanálba, ugyanott vagyok, nem? Érted? Vágod. Ugyanakkor a... ez a ilyen kapacitása, meg még ráadásul ez még lassabb is. Úgyhogy ez egy ilyen, nem tudom, bóta értelme ennek. Föl tudja ez egyáltalán menni? Jaj, nem amit azért visszagurulunk. Belső rézet? Mi ez, hogy belső rézetbe váltáskor így egy nagy hatalmas akadás? Hát nem valami csinos egyébként ezeknek a belső, vagy ezeknek gyárilag ilyen izé van? Ilyen zsákbalszombó van megcsinálva, vagy mi ez függöny? Vagy nem is függöny, hanem ilyen sezlomuzat. Na, 8 azért fölérkezünk. Figyeljetek, hozzunk vizet, és aztán nézzük meg, hogy akkor mennyi. Ennyi izébe, mondjuk 25 ezerből egy kanállal meggazdagodtunk-e már, érted? Igazából elvertünk már, mennyi 13 millió jöttünk, 2,7 milliót elvertünk a semmire. Egyelőre ott tartunk. Na jó van, ezt mindegy, ezt odaborítom. Hát lehet, hogy itt még nem lesz a gazdagság, mi? Nem ére minket. Nem fog körbe minket az a nagy eső. Ugyan nékem. Innen meg ugye át kell hordani majd a szójút. Ja, ide kell akkor beborítanom. És akkor már megy is. Érdekes, hogy itt szóljanak hívja, ott meg dörtnek. Hát, néha azért nem nagyon sikerült nekik, hogy mit ne mondjak. De várja, ezt hova kell állnom hozzá, vagy az anyámba. Hát így jó. Tök jó meg van csinálva, tetszik egyébként maga a rendszer. Na várja, addig nézzük meg, megvettük ezeket a csodás bágyagépeket. Ha ott a dört, 4%-on van, márja. Akkor ebbe fér azért egy kicsit. Figyeljetek, hozzuk fel 10%-ra.
És akkor nézzük meg, hogy 10% hogyha megvan, és 10% voterből mennyi arany jön ki, mennyi pénznyi. És akkor kiderül, hogy ezt érdemes-e csinálni. Egyébként, hogyha érdemes, figyeljetek, egy szállítószalag rendszer lenne a jó, nem? Figyelj, megcsinálni ugye jó hosszú szállítószalagokkal, és akkor egy csináltuk azt, már volt egy ilyen teszt, én azt csinálnám, figyeljetek, így szépen így végig, aztán ott meg ott csak kéne egy bulldozer, amivel nyomod bele a izébe, a szállítószalagba. Ezt az összeset ide becsapatni. Meg ugye volt, ezt könnyen megoldjuk, mert rakunk le kutat. Mert ugye megvettük a területet, azt csinálunk vele, amit akarunk. Ez nem csalás, nem valamit. Egyébként érdekesek ezek a tükrök ebbe a járműben, részleg ilyen tök magasan vannak, hát mivel máshol nagyon nem lehet ellátni. De tök jó, érdekes. Na, megjöttem testvérem az urba. Ű, mekkora gumik vannak. Mennyibe kerül egy ilyen gumi? Remélem, hogy nem. Még szerencsére nem rúgatjuk le a gumikat róla. Tudjátok, mennyibe kerül? Mint a fél gép. Na. De tök jó, hogy így szépen így ki tudod szedni belőle. Jaj, ez tetszik egyébként. Figyeljetek azzal a nagy üzével, nagy caterpillárral, azzal a hatalmassal. Hallod, így fölvetnéd az egészet. Meg akkor te... Nem tudom. Ez a hordás módszer, ez se rossz. Hogyha valami jó nagy kamionnal tudnád csinálni, nem? Mert így, hogy 25 ezerenként hordod, ez dömper, tök jó, hogy szuper dömperünk van, meg jaj, de jó, meg dizájnos, de én úgy érzem, hogy az nem az Isten lábát fogtuk meg ezzel. Az lenne jó, hátrafra is annyiba menne, hogy valami. Ez a dömper, ez egy elég gyerekjáték, nem? Mit tud fordulni itt? Nem. Nem valami nagy, nem is olyan nagyon kicsi körbe csuklik a gép, úgyhogy eléggé. Jó, egyébként persze nem rossz. De eléggé olyan kis esetlen. Nem rossz, nem bántam ezt a gépet, de tényleg egy kamionnal valami nagy, mit tudom én, ilyen 100 000 literesse. Hogy vannak azok az átrakókocsik, tudjátok? Azzal kéne megrakni azt a nagy átrakókocsit, meg Big Badot idehozni. Van az, amit tudom én, 200 tonnás. Belefér vagy 3. Nem is tudom, egy millió vagy mennyi fér bele? Gyerekek, azt megdobni, azt itt mondjuk föcihánál valami, ezen a dombon, amit nem biztos, hogy sikerülne. De hogyha fölvinni, akkor nyilvára rakod azzal az időt. Az tök jó lenne. Tudjátok, mire gondolok? Mert van ám itt ilyen izé, várjál. Megmutatom nagyon gyorsan. Az átrakó kocsiknál van. Hol van ez? Sose találom meg ezeket. Esküszöm, gyerekek. Na, itt van. Áttöltő kocsi. Itt van-e? 200 tonna. Ja nem, 247. Ja, ez a piros, ezt írtátok, hogy bagos. Egyébként ez ilyen 2 milliós lenne, hát ez nem is baj, hogyha bagos. De ugye 247 ezres. Azért ezzel ezt azért fölkettyegni. De ebbe lehet izét rakni? Ebbe nem is engedi. Jaj. Nem is engedi. Érdekes, ebbe megengedi. Ez kár, hogy ez bagos. Azért 2 milliót beledobni, azért hogy cutki lenne. De azt mondtam, egyébként pótkocsiknál volt ilyen horribil nagyok. Mondjuk ez 60 ezres, ez 70 ezres, 45 ezres, 40 ezres, 40 ezres szintén. Jó, ez csak izé, ez forgozsámú, és ez meg izé is. 65 ezres, 42 ezres, 60 ezres, de az már ugye nem is a modolt. Ja, úgyhogy 70 ezeres, ez ilyen tök nagy, illik is, nem tudom merre boríthat ez, hátrafele szerintem. Igen, alul nincs neki semmi, ez hátrafele, ez tök jó. Ez a 70 ezreset, ez nem rossz. Na mindegy. Megnézzük, hogy egyáltalán mennyire éri meg az arany. Arany. Az a nagyon érdekes, hogy aranyhoz nem túl sok minden kell is, és egyből a legdrágább dolgot úgy tud előállítani, hogy beordod neki a földet, meg a vizet. Szerintem nagyon minimál fog adni belőle. Ki kell próbálni, gyerekek, hogy ez mennyire éri meg. A 70 ezres porttal ugye tök gyorsan föl tudná hozni azért, meg ugye a nagy caterpillárral, az nem tudom mekkorát markol, de azért nem lenne rossz. Az nem ide kell, ide voter kell. Álljál is annyi? Álljál, hozunk mindjárt egy ciszterna. Az amúgy is kell mindig, ciszterna az mindig kell.
De figyeljetek, azt is lehetne csinálni, ami mindjárt kitalálja a Keeper, hogy nem kellene olyan nagy ciszterna, mert ugye megcsinálom, hogy itt legyen egy csap, azt Isten áldjon. Ja, ezért akartam. Vissza kell menni, és kell egy ciszterna. Na, állat, jó szágra, így van. Megadjuk ezt a modolt, annyi, hogy ebbe mehet az üzemanyag is. Ha nagyon kell, akkor... De ez mi az alapszín? Ez borzalmas. Felni szín. Na jó, mindegy legyen. Jó, hogy milyen jelzés legyen, vagy benzin, vagy másik, na mindegy. Oké. Mindegy, ezt megvesszük. 32.000 liter. Figyeljetek, ez később is azért nem árt, hogyha van. Oké, ez maradhat itt. Ugorjunk bele a kamionba. Egyébként ez kettő járminek számít, amit vontatunk. Mármint ilyen duplára. Nézzétek meg fönt a sarokba. Viszont... Ja, ezért. Ja, hülye volt, azért. Ja, mert ez így működik. Ja, mert ez úgy van, hogy le tudod... Aha, ez persze, hát ez van a izébe is. Ja, mondjuk azt nem értem, hogy a gép... Figyeljetek, bal oldalt gépnél egy, gép kettő. És az miért? Gép egy, gép kettő. És változó? És gép egy. Gép kettő. Érdekes. Látod? Gép 1, gép 2. Ponyba levétele N. Ponyba zárása. Ez érdekes, magán a gépen és magán a traktoron enged kettő dolgot, és van ponyba zárás, meg ponyba nyitás. Látod? Nem jövök rá, hogy ez mi akar lenni. Na visszamegyünk, ez elég gyorsan megy, amúgy pirom is. Ó, nagyon jó az a gép, tetszik. Na, ezt tüntessük el, nagyon gyorsan visszakecselünk, és akkor elhozzuk a ciszternát, meg akkor rakunk le egyet oda, és akkor azt megtöltjük. És megnézzük, akkor 8%-on van a soil, azt a betyár, aki fogó, bazze. Ezt tudja a dolgát. Meg ez a gép is 135 a gyerekek. És nem tudom, hogy ez mekkora motorral vagyunk most szerelve. De hallod, azt tudom, hogy hogy értünk ide ilyen gyorsan. Testvéreim az úrban. A fékünk az nem az igazi. Még 135-re jöttünk, de a motor az van bőven alatta. Megnézem a konfigurációinál, hogy ez erre kapok egy másik motort, mert a motort nem néztem. Bár ennél erősebb. Tök jól néznek ki a konkáv felnőtt. Új, és azok mind csavarok? Azt hittem, azok diszek, és ez mind csavar, látjátok ott a felnőttben. Azt hittem, hogy lyukok vagy valami ilyesmi. Hát ezzel lehet haladni. Ezzel lehet haladni ezzel a kabionnal. Jó az irányítása is, tök állat. Ilyen jó masszív dögnek látszik. Ilyen egy kicsit a fékünk az nem az igazi. Ezt így elfelejtettek rakni neki. Megnézem a konfigurációknál, hogy nincs véletlen nagyobb motor. Kíváncsi vagyok már tényleg rá. És ez mind zavar, figyeljétek. Basz, mi a szar ez? Na. Konfiguráció. A motorra nézzünk rá, motor. Motorbeállítás. Dik. Alapban 485 lóerő. Jó. Így meg 1100, úgyhogy szerintem akkor legyen az 1100. Jé, 1100 lóerő? 1100 lóerő? 480 volt eddig? Ezt úgy ment, mint a messzes? Most mi fog történni? Meg ugye megpróbáljuk gyerekek. Nézzünk egy gyorsulást. Hát, nem kiemelkedően durvább a gyorsulása. Én azt tudom elképzelni, hogy ilyen extrém nagy ilyen oversized szállítmányokat tudnánk húzni vele. Mi van?
Figyelj, 135 a vége, azt írja. És most megyünk 155-tel. És 135 a vége, az van írva. Hallod, be kéne fordulni valahol. És oda durva, az jó benne, hogy kanyarban nincs az, hogy sodródik mind az állat. Hát ezzel, azért ezzel el lehet így A pontból B pontba gyorsan jutni, nem? Azért ezzel így lehet közlekedni. Kíváncsi lennék rá a móddal ez, mit művelne. Húristen! Gyerekek! Ez fölfoghatatlan ez a sebesség ezzel a géppel, komolyan. És baró jó az irányítás, hogy érted ilyen tök nagy sebességgel és frankon tudod használni. Ez tetszik. Na, akkor kellene ide valami csapocska, nem? Hogy ne kelljen itt állandóan ide szórakozni. Oh, megjöttünk! Megjöttünk! Elhelyezhető tárgyak. Egyéb. És, vagy ilyen biztos, hogy nem tudom, milyen is lehetne, nem? Milyen új járművek tudod erre érteni? Még meg se vettem, mit szórakozik ez velem? Rakjuk ide egy biztosít, nem ad az ide. Igen, még nem is vettem semmit, de már írja, hogy 10 000. Építési költségek 5 000. Hallod, akkor mi volt az, hogy megnéztem? Ez durva. Na, megtöltjük. Tölteném. Ez hol? Hátulról töltődik csak? Vagy hogy van ez a szar? Nehogy megszívasson ez a mód, mert akkor megvadulok. Nem szokott ez ilyen lenni, hogy most egyik oldalról, hogy... Szokott ez ilyen lenni? Szerintem nem szokott, de most... Nehogy megvarítson, mert akkor komolyan mondom, megőrülök. Össze fel kell tölteni a szarom. És nem mondott, testvérem. Szerintem, hogy nincsen semmi. Megpróbáljuk hátulat. Ezek a ciszterrák, ezek minden mindig szivatnak. Ponyva levétele. Menj a francba. És levettem a ponyvát. Milyen ponyvát? Na, végre. Hátulról lehetett te. Gyerekek. Vízzet ölteni. Jó van, valamilyen szinten lehet, hogy izé reális. De azért arról se megye meg, nem? Egyébként van ez a Global Company, látjátok? Ezt gyorsan megmutatom, hogy mi. Az a lényeg, hogy van egy ilyen mod, és így a factory-ket mutatja meg, amikkel be tudsz dolgozni. És az a tök jó benne, hogy ugye meg tudod így nézegetni egyesébe, és mutatja a mapon is, hogy éppen melyik van kijelölve. Iron, ugye ott van. Nem tudom, hogy a gold az hol van, és akkor meg tudjuk nézni, hogy mi kell hozzá, meg mit tudom én, ilyesmi. Lithium, diesel, oliva, ugye az oliva. Aha, ott van valami, ott fent valami oliva cucc. Ja nem, az itt van, jó. Aszfalt. Na mindegy, egyet megnézzünk, például még egy ilyen diesel storage-t is, és meg tudod nézni, még azt is, hogy hol van. Tehát így még rá is közelít így a mapon. Ugye itt vagyunk mi, tehát így lehet tudnánk nézni. Tök jó. Szerintem ez egy szuper jó dolog. Igen, és itt vannak ezek a dolgok. Iron, limestone, lithium, marble palette, rock, steel, stone, tires. Ez mi? Ja, ez a izé. Nem tudom, hogy a gold az hol van, azt nem is jelöli. De mindegy, az a lényeg, hogy így akkor meg tudod érted nézni, hogy hol van, hogy néz ki. Mindent így, mindegy, tök jó meg tudsz nézni. Jó, ezt jól elmagyaráztam, ugye? Na, és akkor bocsi, gyerekek, de addig bele fogunk pörgetni az idővel, hogy nézzük meg, hogy mennyit aranya fog nekünk ezt termelni, oké? Okay? Na, és akkor ezt ki tudom? Áttöltés megkezdése. Oké. Okay. Srácok, tök jó. Ó, és mutatja is, hogy mennyi van benne. Itt is mutatja, és itt is mutatja. Hogy 49.888 liter van benne. És megmutatja a vizet, és... Ott van.
hogy 9% a dirt. És akkor meg kellene nézni, hogy belepörgetünk az időben, az hogy fog változni. De jó, baromi jól néz ki. És villog ez a szar, és ha működik, szerintem, látod? Akkor így megy ez a cucc rajt. Mi az open product menü? Ó, meg tud nyitni is! 15.000 liter per óra. Töltési szint ott van, kapacitás 500.000, oké. Okay. Jó. Meg kell próbálni gyerekek, ezt nem tudom, hogy ez... Megállás, meg tudod állítani? Ez tök durva. Autostart, igen. Akkor ki is tudod kapcsolni. Ezért ez nagyon ott van, nem gyerekek? És akkor most működik. Mondom, ilyenkor megy az... Megy. Na jó, belepörgetünk az időbe. És közben sasoljuk a dolgokat. Jó gyerekek? Ó, figyelj, gold. 8%. 12%. Ez mi? Várjál. Valami baj van. Áj. Valami baj. Elromlott, vagy üzé, kifogyott. Dört, várj, és ilyenkor a 100%-on vagyunk, akkor jön csak ki gold belőle. Nem! Hát a rész tesó! Ott a gold! 13,2%-on van. És ez egy ilyen táskában van benn. Ja, én nem nyúlok hozzá, bare. Tárgy felvétele, tárgy áldobása, ugyan. Nem mondod? Ott az arany, figyeljetek, kéne hozni még. Ez nagyon kíváncsi vagyok rá. De tök jól néz ki itt minden, ki van világítva. Ó, de jó. Kellene hozni még, figyeljetek. 13%-ig fölment, 4%-kal. A water fogyott el, ugye, mert rengeteg water kell a izéhez mosni az aranyat, úgyhogy akkor mindjárt megoldja a keeper. Úgyhogy hozok be volt. Figyelj, be kéne hordani egy csomó voltat. Azt utána meg közben, amíg töltük, addig hozok soilt, és egy 100%-osra menjen fel a gold, és azt eladjuk, jó srácok? Megnézzük. Hát ez a tolatás, ez sikerült. Oké. Okay. Közelebb is rakhattam volna, és akkor lehetett volna úgy, ahogy szoktuk, tudod. Jó, és akkor hozzunk még egy üzét, hozzunk még soilt. Öt százalékot ment le. 13%-nál. Akkor... Olyan... Igen. Az felmegy 26%-ig 10%-tól. Akkor olyan... Igen, olyan még 4 autóval talán, és akkor megvan, ugye? És akkor föl van. Nagyon kíváncsi vagyok, akkor 1000 liter. Hát annyi 1000 liter 42.000-be kerül. Úgyhogy elvileg 1000 liter 42.000-be fog kerülni. De akkor ezzel nem fogtuk meg az Isten lábát, úgy érzem mi. Ez olyan egyszerűnek tűnt, de lehet, hogy nem fog. De nem tudom pontosan, hogy ez hogy működik. Lehet, hogy itt nem az 1000 liter annyiba kerül, de majd mindjárt megnézzük. Na, indulj be el. Hát indította be motorta a more. De egyébként tényleg ezzel a kanállal felfutnék, jobban járnék mindig kizenjenek szórakozat. Úgy érzem. Hogy az nem volt egy nagy üzlet nekem. De az a gond, ja. Hát ezt szerintem úgy kellene ezt az aranyat csinálni esetleg, hogy így behordod, azt akkor ott rohadjon meg, addig csinálsz más, nem? Csinálod a dolgaidat, és akkor termeli a pénzt. De figyelj, nem tudom, 100%-nál mennyit fog termelni. Nem tudom, kizár dolog, mert nem tudom, de tényleg, hogy most ez nekem ez mennyire fogja megérni. Ez lehet, hogy sem ennyire. Azért mondjuk 25.000 liter áll meg ilyen, ezt figyeljetek, izébe dobnám meg lapáttal. Akkor itt elennénk vele három részek keresztül, úgyhogy ez a 25.000 literes kanál, ez nem gyenge. Ez a Caterpillar 980K, ez böszme jó lenne. Böszme jó lenne izének. Meg akartam nyomni egy egyéveset. Hopp, és sikerül is. Jó lenne ilyen állattartás, ez tök jó ez a... 25.000-es kanál azért az baráti tud lenni.
Hát, megmondom őszintén, ez én könnyű pénznek tűnt, de lehet, hogy nem könnyű pénz. Figyeljetek, pont 0 óra 0 van, úristen, hát rendesen félek. De jó, ez olyan könnyű pénznek tűnt, de lehet, hogy nem annyira könnyű pénz. Mivel ugye nagyon kicsi dolgot, kevés dolgot kell, csak ennyit kell hordanod, meg vizet kell vinned. És ez ilyen nagyon egyszerű, és ez általában az ilyen, amik ilyen egyszerű dolgok, azok nem hoznak olyan nagy pénzt, még hogyha kecsegtetnek azzal is, hogy jáj, arany. Gyerekek, hogy ez egy Toyota pick-up-pál kell jönnünk, nem? Vagy pedig maromi nagyba kell ezt csinálnia. Mert ennek így nem sok értelme van. Egyébként közben mindenképp jó, hogy ezt csináljuk, mert ugye közben növekedik a mindenféle. Ugye a fű is, meg a búza is. Úgyhogy be tudjuk hordani majd a bunkersilóba, úgyhogy jó lesz a nekünk, nincsen semmi gond, gyerekek. Meg a szalmát ugyis, azt is be tudjuk hordani, meg forgatni kell, meg mindent kell csinálni, úgyhogy itt vannak dolgok. Oké. Közben ezt át teleportáljuk. Egyébként innen látni, hogy jó van, hogy ez a map, mert lemegyünk a bányába, meg vissza, meg megáll a kamion. Ugye tök nagy távolságot teszel meg, csak nem tűnik olyan nagynak. Ott az arany, aranytáska a gyerekek! Itt meg mit csinál? Water kell. Ezt közelebb kellett volna, jó, itt még lehet, hogy változtatást, ezt közelebb kellett volna azt a kutat rakni. Na nézzük, mi a helyzet. Elindult? Aha, el is indult. Viszont ez a tailing set, abból már van 52.800 liter. Hallod? És az, ha megtellik, akkor meg gondolom nem, megint nem megy tovább a rendszer. Most miért nem akar ezt kiüríteni? Akkor megint nem fog menni tovább. Miért nem akarsz üríteni? Megint nem fog tovább menni a rendszer, mert megtellik, érted? Ezt el kell onnan szállítanod. Mert különben csösszeted, de ez mi a szarért? Nem üríti ki, na. Jó, még hozok egy adagot mindenképpen. Kíváncsi leszek. És a 100% szerintem csak az, hogy ha 100%-ot elérjük, akkor többet nem tud termelni, mert ugye ide be tudom hordani ezt a tailinget, vagy mi a szart, csak az a baj, hogy azt te is csak egy bizonyos százalékot tudsz beordani, szóval az arany az egyszerűnek tűnik, csak hogyha nem tudod hordani ezt a meddő cuccot, ezt nem dolgozod el, vagy pedig nem hordod el, vagy akárhova egy lerakod, vagy valamit csinálsz vele, akkor nem fogsz tudni aranyat készíteni. Aranyat mosni. Érdekes. Jó. Jó, hát ezt megpróbáltuk, nem tudom mennyi pénzt fog ez hozni, kíváncsi vagyok. Hát egy ilyen, hát mondjuk ja, egy részt így rászántunk. Igaz, nem a leghatékonyabb, legnagyobb gépekkel, eléggé tökölős módszerre nyomjuk. Figyeljetek, igazából azt is tudom csinálni, hogy ezzel fölveszem. Ugye, fölvesszük. Úgy, hátra tolok egy kicsit. És azzal vissza megfordulok, és akkor beállok a kanál alá. Ezt úgy jön. Itt elvileg az egyéves megy. Föl a falra. Áttekered a kormány, te! Nyomod neki a gázt. Ez pont. Jó van, majd kell csinálni helyet. Jó, magasabbra azt a kanalat, gyerek. Valóan agyalok, lehet, hogy elengedem ezt. Mert a 100% az nem azt jelenti, hogy ugye... Mit tudom én, akkor telik meg a táska, hanem a 100% az azt jelenti, hogy nem tudsz többet oda termelni. Ugye azon a platform, ha 100%-ra telik szerintem, akkor már nem enged tovább termelni neked. Megáll a gép, nem tudja hol rakni. Ugye ki fogja, ki írná, mint tojás nem elhelyezhető, vagy valami ilyen hülyeség lett, de tudjátok. Hát annyi lenne, ugye, hogy el kéne onnan venni, azt odébb rakod egy kicsit, aztán később meg mit tudom én, ifába hordod. Az aranyat így ömlesztve. Mint a bálát, tudod. Ide valami nagy gépkő, gyerekek. Tudjátok, mi kellene? Ide az a nagy üzei kellene, nagy 70 000 literes.
Meg az a nyerges, amivel beraktuk az 1100 lóerős motort. Azzal lenne, hogy itten kellene hordani, nem ezzel a pöcsköszerűvel. Ja, utca megy itt fölfele, nem bír a vágyába felvenni. Még jó, hogy nincs benne a reamód, szerintem itten megfeneklenénk. Jó van, a pénzt azt tudom költeni, az biztos. Mert már 3 milliónak alávertünk, aztán még nem kerestünk 5 forintot ezen a mapon. Megvettük már a fél mapot, de még más nem. Jó, a víz kell, mert ugye a vízzel voltak a bajok. Úgyhogy mindjárt átállítom a vizet, hogy oda. Jól irányítható, jó ez a bulldozer, de... Úgy, nem is tudom. Nem is tudom. Na, hogyan állunk? 32.000 liter víz. A dört az megy bele, kéne meg víz. Mert a víz egyébként az fogy nagyon gyorsan. És egy szolid pörgetés, aztán akkor látnánk, hogy hogy fogynak a dolgok. Azt a kutat, azt így kapásból mellé kellene volna raknom, ugye. Az lenne volna jó. De hát azt még majd megint elintézhetjük, csak most egyelőre nem akarom puszkodni. Majd meglátjuk, hogy ez mennyire éri meg amúgy is. Na, hát már belebújjak a csapba. Ebbe 78.000 liter van. Figyeljetek, egyért lemegyek még. Aztán epörgetjük az összes, de ezt meglátjuk, ott van az aranyér. Ott van a táskában, valaki nem áll valakja. Figyeljetek, ilyen multi szerver, így lehet egy trollkodni, érted? Ilyen rabló banda, így hordod a izét, a cuccot, fölfele dolgozó, mint az állat, azt, amire visszaérsz, letűnik az aranyod, de mi? Csáva elopta. Itt lehetne itt trollkodni tényleg. Azért nem mindegy, hogy bálát lopsz vagy ezért aranyat. Itt meg azt szerintem alul szép. Ez meg biztos kő, rock, vagy nem tudom, hogy a felső a rock. Ez meg limestone, nem tudom egyébként. Bizarr dolog. De nem tudom. Ja, ebből látszik, hogy milyen hatalmas az a map. Mert tényleg itt ilyenkor... Na hát, ezt még jól csinálhatod, Keeper. Na, ide kellett volna az a nagy dög. 1.700.000-ért azt Isten áldjon, érted? Vittünk volna minden vele, mint a piros hetes. Arra így kabalának felakasztottam volna ezt a dömpert ugye az elejére, vagy pedig a tükörre, tudjátok. Ilyen, mint az illatosító lett volna ez a dömper rajt. Na. Jó, ezt fölvisszük, ezt megnézzük, hogy kb. Egy melóba mennyit tudtunk volna kitermelni. Mennyi pénzt tudod-e? Ja, figyeljetek, szolidba mehette szerintem az időpörgetés. Mondjuk egy 120-szal. Aztán közben akkor termelődik az arany. Azt meglátjuk, hogy mi lesz. Fú, egy kicsit aggódok egyébként, hogy itt pénz erre is volt. Pénzelverés volt, aztán nem nagyon nyertünk vele sokat. Egyébként ezt egy multiba lehetne tolni, érted, hogy így hordani, csinálni az aranyat, aztán valaki foglalkozna a vízzel, valaki hordaná kettő ember, valaki meg szórná vele az éve a... Viszont ezt tényleg izével kéne megcsinálni, futószalagrendszerre. Például ugye ezt a T-Nix, vagy mi a francot, azt meg lehetne úgy, hogy a futószalag áthordaná oda, ahol átveszik. Ilyen futószalagrendszerre meg lehetne oldani szerintem ezt ugye automatizálni. Ezt meg kell próbálni, srácok. Egyébként ezért nem választottam, aki ismeri a PV River-t, az tudja, hogy ennél százszor bonyolultabb ilyen
termelési láncok vannak, meg ilyen olyan kaotikus ott már, és arra gondoltam, hogy akkor egy szintet lépünk az alsó szekhez képest, így map terén, de mégsem lesz annyira bonyolult. Jó, ez az arany, ez bízom benne, hogy azért valamennyire megéri. Milyen tök jó ötlete volt, ugye régebben volt a Rábának, vagy a Dutrának? Volt ez a Dömper Magyarországon, azt hiszem Dutra volt? Lehet, hogy Dutra márkája volt. Vagy Csepel. Na mindegy, volt egy Dömper, és az ugye első íze is volt. Első... Elő volt a... Minek nevezik? Azt a platója. Vagy hogy nevezik ezt a Dömpereken. És az milyen jó volt, hogy így egyből oda lehetett állni vele valakárhova. Most így például ezzel így oda kell tolatnom, de hogyha elő lenne ugye ez a puttony része, talán puttonynak nevezzük, az így jó, akkor úgy csak odaállsz szépen. Ugye? Mennyivel jobb megoldás. De egyébként ezt nem értem, hogy megnyomom így, oké, megnyomom még egyszer, és ez magától így abba hagyja. De hogy why, vagy mi a franc van? Kicsit hátrébb tolatok, hogy jó. Hogy jó volt. Na nézzük, mi a szitu. Hú. Így fogy a víz. Gyerekek, a víz az ilyen 1500-ként megy le. Úgyhogy a vízzel van itt, na itt rengeteg víz kell. Nem a izé, nem a dörtel van gond, hanem a vízzel. Jézus úristen. Úgyhogy már viszem is neki a vizet, mert mindjárt elfogy. De tök jó, hogy van ott az a kijelző, és akkor látod, hogy mi az, mennyi van. És így nem veszi be. Érdekes. Ott van egy csap az oldalán, ennek a szarnak, így a sátsa sarkát. És onnak kell csatlakozni a csaphoz. Mert különben nem. Látod itt? Itt van valahol. De most a for nem látszik, mert beletoltam, és akkor annak kell közel lennie ahhoz a csaphoz. Na nézzük, és 5000 van, és el fog fogyni. És már van 1526 goldom. És az ideje a water, az mindjárt kifogy. A dörtöt el kéne használni. Van még 12%. És mi a gond? Fogy. Kifogyott a víz. Kifogyott a víz. Nullán van a víz. És le is állt. Most állt le. Jó van, gyerekek. ...39%-on van a gold. Hozok egy kis vizet, mert itt baj van. Akkor egy táskával tud megtermelődni az arany, és abba összesen fél, mindjárt kiderítjük, hogy mennyi. Jó, mehet megint a pörgetés. ...40% 1600, akkor 4000 izé, olyan 4000 liternyi fér egyszerre abba a táskába. Ez az arany biznisz lehet, hogy nem lesz egy olyan hatalmas nagy üzlet. Szerintem. Talán esetleg még, hogy... Hú, várja, üzlet akartam megnézni. Aha. Ez a tailings, ez meg már oda néz mennyi van be, 180 ezer. És ezt ugye, azt is ugye nem ürített ki, akkor cseszhetett. El is megyek, megnézem milyen az. Elvileg ott tudom üríteni. Oda megy be, látjátok? Ide. Úgyhogy innen, ide is kell egy gép, hogy szépen átpakolgast. Eléggé szar.
Nem jó. Igen. Igen, és ez. Jó, ott van, fölötte is ott a számláló, jaj, de jól meg van csinálva. Oké. Okay. Szerintem közben megint kifogyott már a víz. Igen, pont kifogyott. De viszont 50% goldom van. Jó van, figyeljetek, akkor azt engedjük el. Megállítom az időt, és akkor megnézzük, elvisszük oda. Elvisszük, jó gyerekek? Ezt megállítjuk. Akkor ebben még mindig folyik bele ez a anyag. Mivel az Isten tudja, hogy mit tudok csinálni, elvileg. Ezt eladni nem lehet? Meg kell nézni egyébként, hogy ezeket érdemes, vagy el lehet egyáltalán adni. De szerintem nem. Ez lehet az, én úgy gondolom. Lehet, hogy el lehet adni. Most az 90-nél. Viszont annyi van belőle, mint a sár. És nem biztos, hogy az egyébként az. Na mindegy. Akkor hozzuk a pick-upot, mert kézbe az valószínűleg nem fogom tudni elhozni. Hozom a pick-upot, és akkor annak földobjuk a platójára, és elviszük az aranyat, megnézzük, hogy hol veszik. Várjál, nézzük, meg is nézem, hogy hol veszik nagyon gyorsan. Ez az elektromosságot, ezt nem vágom, hogy ez mi az akar lenni. Hol van az aranyunk? Itt a gold. 24-re, te! Ez volt több is, nem? Megjelöljük minden esetre, de szerintem lehet, hogy belepörgetek még. Addig, hogy menjen el maximumra. Jó, 30 ezer, oda nézzé. De ez, ha 1000 literekben van mérve, akkor azért nem gazdagszunk meg belőle egyébként. Jó van, viszont meg ma maradhatok majd mindjárt. 37 ezer, de viszont legyen már reggel. Ki van világítva a kúria, gyerekek? Jó. Utálom egyébként, amikor ilyen sötét van. Na, így van, sokkal jobb. Remélem nem, 37 ezer, oké, még mindig. Még a világítás megy itt, pedig rezsicsökkentés van. Na mindegy, húzzunk bele gyorsan. Toyotával. Belső nézetre váltok, mindig így megakad. Érdekes. Elmegyünk az aranyért. Ami úgy érzem, hogy ha az tényleg 1000 literekben van mérve, akkor kapunk érte kb. 80 ezeret, és az, hát mondjuk azért nem olyan rossz szám. És 80 ezer pénz így annyira nem rossz. 80 ezer pénz és sokkal többet is tudsz termelni, én úgy érzem. Jó, elmegyünk körbe, mert itt nem akarok leugratni azért. Hát, hogyha ezt esetleg valami iszonyat nagy üzembe csinálod, de az a mellékterméke például mi a szart csinálsz, érted? Mert ahhoz kell, hogy a mellékterméket feldolgozd, itt például dolgoknak lennie. Nem tudom, hogy ez hogy lesz. Na, Pablo Escobar. Visszük az aranyat, te. Ugye ezt eleveszítsük, öcsém. Na. Júj! Na, viszem az aranyat. Hol kell vinni? Biztos valami bank vagy valami ilyesmi. Igen, a városba kell vinni. Meg kell menni az útra, és utána az utat követni, és akkor jó lesz nekünk. Oké. Okay. Na, eladjuk az aranyat. Elmegyünk a bankba. Júj, még nem csináltam meg, úristen. Amiről beszéltem, hogy reformálva lesz a sorskártya. A következő részben meg kellene oldanom azt. Mert fejben megvan, meg így igazából az egész metódus az megvan, csak meg kell csinálnom. És néha nem nagyon van időm a dolgokra. Jó. Hát gyerekek, nem biztos, hogy ez nagyon meg fogja élni nekem. Én úgy érzem, gyorsan elmegyünk a izé mellett, megnézzük a rendsünket, hogy megnőttek-e a dolgok, hogy lehet-e aratni, meg lehet-e dolgokat csinálni. Mert ugye kellene közben már.
állattartás se foglalkozni. Igazából szerintem ebbe az lenne a pláne, hogy az ilyen dolgokat így beindítgatod, és akkor ahogy megy az idő, később beadod. Például lehet, hogy egy olivába nagyobb pénz van, mint... Aha, itt már lehet aratni. Meg itt lehet kaszálni. És szándékosan nem is érdekelt ugye a hozama annak, úgyhogy nem foglalkoztunk azzal, hogy lepermetezzük. Azt a betyáró istenet. Várjál, nem erre kellene menni, hanem a másik irányba, ugye? Legalább egy kicsit megismerjük a mapot. Itt a benzinkút, de... Itt van valami állat, boat. Megy a vonat. Sarampa éppen nyillik. Ez milyen izé? Volt egy ilyen tábla, valami ilyen nagyon veszélyjelző. Ilyen piros. Itt van a kikötő. Meg itt is ilyen kikötő még, úgyhogy ezek tök érdekesek. Nem tudom, hogy ezek pontosan mit célt szolgálnak, hogy ezek csak ilyen selling point, vagy pedig valami más is. De majd meg fogjuk tudni. A gyerek kizébe kellett volna jönni kamionnal. Hamarabb ide értünk volna. Na, lassan ott vagyunk, ugye? Beérünk a városba. És akkor itt balra, utána jobbra. Ott van valami bank, vagy valami csoda. Meg is érkeztük. Ez valami bank, vagy mi akar lenni? Ide, valahogy ilyen GTA-sor ide leparkolok, várja ide. Ide leteszel. Hú, földöntöttem a kukát. Kitekert kerékkel, hogy kell, majd azt így. Na, ez mi? Goldod, kell vinni a goldot. Van ott egy safe is, vagy valami. Na nézzük. Meghoztam az aranyat, senki nem néz. Mennyit? 77, ez a jó, elterjével van. Hát gyerekek, nem egy nagy üzlet, ugye? Mit gondoltok? Szerintem nem egy nagy üzlet. De azért annyira nem volt rossz. Hát szerintem amik hosszabb láncba működnek ilyen. De igazából tök jó, hogy nem csites. Úgyhogy nekik fogunk állni, megmondom őszintén. Lehet, hogy egy kicsit ezt félre rakjuk ezt a bányászatot, azt átgondoljuk, hogy ez hogy lehetne, vagy mit lehetne, meg írjátok tippeket. Azt nekiállunk egy kicsit állattartással, meg messze szántjuk a nagyföldeket, ugye amiről beszéltünk itt, hogy ebből csinálunk, ebből az egészből kéne csinálni egy böszme nagy földet, nem? Mit szólnátok hozzá? Itt ebből. Így. És ez tényleg egy böszme nagy föld lenne, mert ugye például a 13-as, ugye a 12-es munkáltuk, meg a 13-as az tök nagy volt, ezek azért így jó lenne. Még ha úgy is lenne, hogy a 2-es, 6-os, 5-ös, 4-es, 3-as, és akkor így lefel, az se lenne rossz. Jó, hát ezekből kéne csinálni valami okoskát, okos dolgot. Így, és akkor így végig menne. Vagy pedig így. Kell csinálni valami nagyon nagy földet, gyerekek. Sőt, figyeljetek, és hogyha a 23-ast így zsegy, 23-ast így csígy hozzá csatolnál, és így összeszántanád. Hát mondjuk ez a baj, hogy ez ilyen. Arra rá kéne nézni, hogy milyen a izéje. Milyen a széli. Hogy tud fordulni. Aha, azért van hely. Bonat lehet elviszi egy-kétszer a... Aha, pálmafák vannak itt meg, jó van. Na, a gyerekek, megoldjuk. Ez mindenképpen neki kell állni valaminek, mert eddig csak a pénzt költöttük, de nagyon nem hozott semmit. Igen, muszáj lesz. Na, srácok, köszönöm szépen figyelmet, jók legyetek, csácsubi!